Szóval, alapvetően ott hagytuk abban, hogy ha jól emlékszem, hogy kerestük Sánit. De nem volt itt. Nem is tudom, hogy melyik quest aktív, de szerintem a Sáni quest. Igen, beszélnem kell Sánival a kardról. De nincs itt. Szóval nem tudom pontosan, hogy mit csináljunk. Szóval ez a quest van. Ugye van a koronatanú. Mondjuk hozzá elmehetünk. Esetleg, mert oda annyi, hogy este kell csak. Este lehet menni. Senki sem hallgat meg. Hát az kelmetlen. Védd magad a járványtól. Hogy? Takard el az orrodat és a szádat egy darab lemmel. Ha? Takard be a pofád, és talán nem kap el a járvány. Minket amúgy se. De ez egy praktikus jó tanács lett volna olyan 4 évvel ezelőtt. Ó, a hátam. Üdvözöllek. A tündék a legrosszabbak. Kéne egyet aludni valahol. Ó, csak itt van tűzhely. Nem tudom, hogy a... Mi van itt a közelbe? Thalernél talán tudunk aludni. Szavasz! Tehát akkor mi lesz? Semmi, alszunk. Jó, nem tudom, pontok vannak-e? Nincsenek. Nem baj. Akkor most szintet nem lépünk. Jó, na gyerünk. Szerintem itt is be tudunk menni. Há, nem. Akkor menjünk a főbejáraton. Ez a dolgozó lányok questnek szerintem egy szemelvénye. Húzz el, haver! Hagyd békén a hölgyet. Sajnálsz egy szajhát? Mielőtt elmész, kérj elnézést a viselkedésed miatt. Bebuktad, öreg. Lódulj, mielőtt megvágnak. Hagyjad miután már. Miután bocsánatot kértél, látogasd meg Vincent kapitányt. Mondd meg neki, hogy egy bűnöző tetű vagy. Ránsd elő a kardot, senki házi. Soha nem ölök meg védtelen embereket. Elvesztetted a lehetőségedet. Nála. Nála. Na mindegy. Az őr segített, és azt mondta, hogy álmos, de előtte azt mondta, hogy a fizetségért. Ha jól értette. Ha jól értettem. Tehát lehet azért segített, mert lefizettük. Az alapvetően menő lenne. Elveszük a birka combját. Salétromot. Oké. Na, van egy csirke, kovakő. Igen, a múltkor hibát követtem, hogy a kovakövet kitettem. Távozz! Mert az kell a tűzrakó helyeknél. Hát mindegy. Jó, Sáni így sincs, pedig elvileg... Na most este van, szóval... Maradj távol a raptól! De én fizettem neked. Ssss! Mondani akar valamit. Kácstein! Elájult! Indulj! Zűrzavar van a folyosón.
Átkozott banditák. Kosvelő küldte őket. Kosvelő. Hát ez remek. Jön a halál! Megölni az összeset! Hűha! Shit. Egyszer csak így eltűnt az élet. Egy itt volt mentés, szóval... De én... Ja, hogy nem is vagyunk full HP-n. Ah, az mindent megmagyaráz. És nincsen... Nincsen. Nincsen healünk. Nem, majd eszünk egy csirkét. Az, ha más nem, a lelkünknek jót tesz. Nem foglak jönni, te fattyú! Mind meghalunk! Ó, oh, hogy itt ennyien vannak. Erre nem volt szó. Akkor híleljünk föl előbb. Csak az kéne. Itt ugye nem tudunk szerintem sehol se aludni. Csak hogy tudnánk esetleg... Nem. Tudnánk esetleg főzni. De... Na mindegy. Hát igen, hírelünk. Akkor. Csak hát ez... Nincs semmi főzetünk. Basszus. És nem is tudom, hogy tudnánk-e csinálni. Hogy van-e... Van-e hozzá alapanyagunk? Így el fog tartani egy darabig. Na jó, megpróbáljuk okosan. De... Ez átkoz... A fizetésért. Okay.
rajtunk volt valami bleed, vagy ilyesmi. Pedig már pont meghalt mind. Shit. Mondjuk a munkatársak is segítenek valamennyit. Ezért nem fizetnek eleget. Várjunk még akkor meg ezt. 6 perc. Álmos vagyok. Na akkor egy kicsit még várunk. Ez in-game perc, jó, akkor... Ezért nem fizetnek el. A tüdőm... Valami átok... Jó, akkor benyomunk még egyet. Na, most mentünk, és akkor... Próbáljuk meg most. De hogy ilyenkor miért nem veszél a kardot? Te kura! Megölni az összeset! És így körbeállnak, érted? Ennyit a munkatársakról. Atya ég. Nem tudom, rám tesznek valami bleedet? Gondolom, már csak nem látom a státusz effektet. Vagy csak így ütnek a levegőbe. És semmilyen főzetünk nincs. Ugye rőt bagoly van. Állóképesség, regeneráció. Hát mindegy, benyomjuk. És akkor legalább... Ezért nem fizetnek eleget. Hát mondjuk nem tudom, hogy jelet tudunk-e használni. Dej. Elállj. Zűr. Átkoz. Ezt megbánod. Egyél, drágyám. A fizetésért. Az persze, hogy ilyet, hogy álmos vagyok. Most nem tudom, hogy mi volt másként. Megmondom őszintén. De mindegy, sikerült. Úgyhogy akkor lootolunk. Áfonya. Kösz. Hát igen, ez ilyen... régi idők. RPG-je feeling volt. Mind meghalunk? Segítség, nem akarok meghalni! Jó, Kálskény nevén motyogta. Kosvelő küldte őket. Igen, Kosvelővel is majd beszélgetünk. De szerintem ott még nem tartunk a game-be, szóval...
Talán majd később. Na. Nézzük már meg, hogy a naplóban, oké, koronatanú. A rab reménytelen állapotban volt, de Kálstein nevét képes volt kinyögni. Nem folytathattuk a beszélgetést, mert Kosvelő banditai megtámadták a kórházat. Kálstein neve nyom, de előbb meg kell kérdeznem a Laura Raybondot. Jó. Igen, akkor ugye ennek kapcsán bizonyos nyomok arra utalnak, hogy Kálstein az alkimista kapcsolatban áll Azar Jeveddel. Ha beszélek az alkimistával, talán többet is megtudhatok. Jó, egyelőre a tanúkat még nem hallgatjuk ki, vagy hát ő a gyanúsítottakat pontosabban, hanem majd később. Jó, igazán hatékonyan nyomozok. Hát nem tudom, elkezdtem Vincenttel beszélni és kihallgattam a kórházban lévő tanút is. Új nyomokra leltem, melyek Kosvelőhöz és Kálsteinhez vezetnek. Ideje visszatérni Raymondhoz, hogy összegezzük az eddig összegyűjtött információt. Igen, szerintem ez lesz egyébként. Úgyis itt van közel, viszont még arra akartam ránézni, hogy ez a dolgozó lányok, aha, ez itt van, a két piros itt fönt, jó, kislány veszélyben, elég elbaszott egy fordítás, de mindegy, ebben most nem menjünk bele, kislány. Na mindegy. Beszélünk Raymonddal, és akkor ezt a dolgozó lányok questet megcsináljuk. Meg megpróbálunk Raymonddal főzni, hogyha tudunk. Ott a sarok mögött valami mozdult. Biztos megint a szörnyek? Raymond valószínűleg alszik. Hát most már nem. Akkor hát kérdezz. Beszéltem a fogollyal. Mondott valamit? Nem volt rá ideje. Kosvelő emberei támadtak ránk. Ez biztos? Különös. Kosvelőnek nem áll érdekében, hogy a szalamandra eltakarodjon. Ha csak nem történt valami, amiről én nem tudok. Talán Javed ijesztett rá, vagy lefizette. Ezt ki kell derítenünk. Sikerült valamit kiszedni a fogolyból? Csak egy nevet mondott. Kalkstein. Érthető. Talán ő Javed egyik társa. Kalksteinnek lehetett része a kísérletekben. Találkoztam már vele. Nem úgy néz ki, mint egy bűnöző. Minden szálat meg kell vizsgálnunk. Munkára. Körbe kérdezem a kapcsolataimat városszerte. Te figyeld Kalsteint. Férkőzz a bizalmába, és tudd meg a terveit és titkait. Mi a következő lépés? Türelem, mintha horgásznál. Jobban szeretek vadászni. Akkor férkőzz Kalstein bizalmába. Okay. Ha rá tudnád venni, hogy béreljen fel... Beszélj Kosvelővel is, de csak óvatosan. Nagyon hirtelen haragú. Jó. Kálstein és Kosvelő a két koronatanú. Jó, akkor meditálunk. És lépünk szintet. Na. Bronzpontunk van. Jó. Geralt itt a sáp. Nem. Sebzés. Nem. Nem. Ez mutagén kell. Oké. Okay.
Ezek meg a varázslások. Vagy mi a herbalizmus meg ilyenek. Jó. Hát nem, a kardokkal... Igen, ja, ez még nincs. Nem. Nem. Aha. Ez a csoportos acélkard. Amíg itt vagyunk a városban, addig ez hasznosabb. Oké. Jó. Oké. Jó. Kemény bizonyíték szól Kosvelő és az alkimista Kásten ellen, Imond elintézi az előbbit. Nekem el kell nyernem az alkimista bizalmat, és teljesítem kell egy fontos küldetést neki. Jó, ezzel fogunk tovább menni, ami pont itt a dolgozó lányok környékén van. És akkor főzés, azt mondja, hogy fecske kéne nekünk, onnan nagyon jól tudunk is készíteni. Úgyhogy nyomunk egyet, meg még egyet. Jó. Oké, és akkor meditálunk reggelig. Nagyon jó. Akkor mehetünk. Mit? Hova megyünk? Kálsteinhez. Jó. Na várjátok, de a dolgozó lányok quest az csak éjszaka van. Na jó, akkor beszéljünk Kálsteinnel, megalszunk nála és akkor éjszaka ezt elintézzük. Geralt a Witcher meghallotta szavam. Ismét találkoztunk. Ismét szükségem van a segítségedre. Na. Miben? Komoly ügy. Valami olyanról van szó, ami mérföldkő lesz az alkímia történelmében, de a te szakmáddal is kapcsolatban áll. Folytasd. Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. Van egy munkád számomra. Segíts nekem beteljesíteni életem álmát. Egy torony áll az óvízima melletti mocsár erdőben. És a királylánya toronyban, amit egy sárkány őriz. Köszönöm, de kihagyom. Hallgass végig, kérlek. A legenda szerint egy mágus és egy alkimista emelte a tornyot. Nincs itt semmiféle királylány meg sárkány. És hogy jövök én a képbe? A mágus évekkel ezelőtt meghalt, és mindenki elfelejtette a tornyot. A benne lakozó erő azonban magához vonzotta, és megnyomorította a közelben lévő lényeket. Röviden, szörnyeket termel? Pontosan. Meg akarom vizsgálni azt a forrást, Witcher, és egy nagyszabású művet akarok belőle írni, hogy nevem örökre fennmaradjon. Évek óta elfeledett titkokhoz juthatnék hozzá, de sajnos a torony be van zárva. Bárkinek hajlandó vagyok fizetni 1000 orrent, aki bejuttat. Meglátom, mit tehetek, de abban biztos vagyok, hogy nem lesz könnyű. Ha könnyű lenne, nem lenne rád szükségem. Betörni egy mágus erődítményébe valóban nehéz. Információkat kell gyűjtenünk a toronyról. Jó, ez a feladat. És mégis hol kezdjem? Az öregek regélyi, a mocsáriak és régi könyvek is segíthetnek. A feljegyzett tudás sokkal megbízhatóbb. Valami konkrétum? Rencent Alvaro, a titkos kapuk könyve,
valamint egy alkimista írása az Einsoft Aur jó lehet. Úgy tudom, egy törpnek volt egy másolata a titkos kapukból. A második könyv elveszett, és biztos nehéz lenne felkutatni. Ott a törp a Sáninál. Kipróbálhatod a legújabb találmányomat is. Ezzel a kristállyal teleportálni tudsz az erőhelyekről. Na, ez meg a fast travel lesz. Ez tényleg elteleportál engem az erőhelyekről a laboratóriumodba? Van esély a hibára, de nagyon kevés. Ó. Na, várja még. Beszélj nekem a szalamandráról. Hm? Szerintem te egy csónakban evezel a szalamandrával. Én? Miért? Én is ezt szeretném tudni. Mire vagy kíváncsi? Hát itt... Egyiket se akarom, mert... De néhány dolog arra utal, hogy kapcsolatod van a szalamandrával. Miféle dolgok? Egy sérült szalamandra említette a nevedet. Valószínű, mivel én alkalmaztam. Mire? Hogy segítsen a kísérleteimben. Fogalmam sem volt róla, hogy a titkos szervezethez tartozott. Lepárolta az ötödik eszenciát, és elkészítette a bölcsek kövét, ugye? Megvédett a szalamandrától, és még elintézett néhány dolgot nekem. Még az életét is kockáztatta, értem. Takarodj a szemem elől! Hiszek neked. Igaz, hogy nincs bizonyítékom az ártatlanságodra, de úgy döntöttem, megbízom benne. Nem ő, ne, ő biztos nem sáros. Nem fogok megbánni. Ha megtalálod a bűnöst, segíteni fogok. Most pedig vissza a munkához! Biztos, hogy nem Kalkstein a probléma. Megsértettél, Witcher! Megsértettél, Witcher! Ó, de jó. Akkor nem tudunk itt... Istenem. Cső, Zoltán! Most berágott ránk. A felhőszakadás. Na. Igazi zivatar. Mit akarsz? Egy könyvet keresek a mocsári toronyról. Alvaro a titkos kapuk könyvének egy része foglalkozik a mágikus tornyokkal. Ezzel a konkrét toronnyal? Igen, leírja a történetét. Remek. Megveszem. Sajnos nincs belőle. Évek óta próbálok beszerezni egy példányt Golan Vivaldi-tól, de az az átkozott törpe... Próbáld meg te. Talán neked eladja. Tudsz valami mást? Eszembe jutott egy másik könyv a toronyról. Hallgatlak. Einsof Aur. Egy gnóm alkimista tanulmány. Nehéz fellelni, de a mocsárban élő remete biztosan tud róla valamit. Köszönet a tanácsért. Jó, akkor Vivaldinál lehet a könyv. Akkor oda kéne most menni. Kint hagytam a mosást. Igen. De... Igen, ez kell. A titokzatos torony. Hagyd már abba! Hát néha én is ezt mondom itt az esőre. Na, Vivaldi. Beszélhetünk majd, csak most beindultam ezzel a questtel. Most ezen a szálon vagyok. Mi? Üdvözlet, törp. Már az első szavaid faji megkülönböztetésről árulkodnak. Hogy nevezzelek? Ne?
Az embereknek jut minden, nekünk meg semmi. Nem vagyok ember. Akkor meg mi? Egy Witcher, egy mutáns. Ebben az esetben sajnálom. Jó ideges. Vivaldi vagyok. A szakállal. Unoka testvérem, Vimme Vivaldi egyszer találkozott egy Witcherrel. Egy adóbeszedő, úgy tűnik. Geralt vagyok, és nem adóbeszedő. Mi szél hozott ide? Nincs egy másolatod a titkos kapukból? De van, de nem szívesen adom oda. Nagy szükségem van rá. Mondj egy árat. Hát legyen. Száz. És megvan neki az Aonsapur is. 300. Oké. Okay. Mi szél hozott ide? Hogy megy az üzlet? Nem akarok beszélni róla. Persze. Igen, még megvan. Szerencsés törp. Mi szél hozott ide? What? Egy bizonyos szervezet vezetőjét keresem. Gyanúsítasz csak, mert törp vagyok? Vannak más gyanúsítottjaim is, nem csak törpök. Mit akarsz? Rajtad tartom a szememet. Majd gyere vissza, ha már nem csak baromságokat tudsz beszélni. A szalamandráról van szó. Miért? A professzor óvadéka a te bankodtól jött. Ezzel a rágalmazással mélyen megsértettél. De... Vivaldi generációi építették a bankot, és te most azzal gyanúsítasz, hogy bűnözőket pénzelek? Kifelé! Hiszek neked. Nincs bizonyítékom az ártatlanságodra, de többé nem gyanúsítalak. Végre megtagadtad rasszista előítéleteidet, és megláttad az igazságot. Ha megtalálod a bűnöst, kérlek, tudasd velem. Kíváncsi vagyok, hogy ki az. Na most ez is megsértődött. Jó. Most estig kéne meditálnunk, hogy a dolgozó lányokat meg tudjuk nézni. Aztán... megyünk tovább. Meg kéne nézni ezeket a könyveket. Jó. Titkos kapuk. Az öregek azt mondják, hogy réges-rég egy mágus élt a mocsárban. Hosszú napokat töltött olvasással és pipázgatással. Azt mondják, hogy egy követ keresett, mely az olmot aranyjá, a forrásvizet pedig holdfényé változtatta volna. Más szavakkal egy követ, mely az anyagokat nemesítette volna. Az isteneknek ez nem tetszett, mert a mágus büszkesége olyan szintre emelkedett, hova halandóknak nem szabadott volna. Így hát egy éjszaka szörnyű vihar rombolta le a mágus tornyát. De ő épített egy újat, és varázslattal megkötötte a vihart. Még nem egy éjszaka megmozdult a föld, és feldöntötte a mágus tornyát. De épített egy újat, és varázslattal megkötötte a földet magát. Így hát sem az ég, sem a föld nem ártatott a mágusnak. Még nem egy napon egyszerűen eltűnt. Azt mondják, hogy tanítványt fogadott, és ez lett a veszte. Mások azt pletykelik, hogy egy nő miatt tűnt el, de akad olyan is, aki azt mondja, hogy saját kreálmányai fordultak a varázsló ellen. Akárhogy is a torony zárva áll, és őrzi a titkokat. Hogy mi, vagy ki lakja még az épületet, senki nem tudja. Oké, és akkor itt van a másik. Jó, hát Karlsteinnek ezt majd az infót elmondjuk. Ez az Ains of Ore. 10 világi elem, 10 alappillér. Minden ezekből született. Vándor, nyisd ki a szemed, kutasd a múltat és megtalálod. Az, ki ismeri az utat és a bölcsesség tudója, megosztja veled ismereteit, csak kérdezd. Egy másik, kinek gazdagsága kimondhatatlan, szívében mégis részvét lakozik. Szívedben nem nyugszik szerelem, ám olyané, ki képes a szerelemre. Ki egyszer vak voltál, merülj el elmédben, sötét emlékeidben. Sötét és nehéz a kárhozattól az út az ígéret királyságáig. A három istennő, a szűz, az anya és az öreg hölgy. Három arc, három harc.
Megértés, erő, győzelem. Áldozat és ima, csak így érheted el őket. Az alapzat a mélyben fekszik, ne csábítsanak el a kóbor tüzek. Győzd le a halált és megjutalmaztatsz. A győzelem csak úgy érhető el, ha legyőzöd őrzőjét. Ki keresztül vezet a minisztériumok labirintusán, ő adját majd a tudatosság koronáját. Utad végén. A tudatosság a tiéd lesz, és mindent érteni fogsz. Eddig elzáratott előled, látni fogod. És akkor itt van a 10 név. Oké. Szerintem... Tudom, hogy mi ez. Majd ha odaérünk, mondom. Ez a 10 dolog. Jó. Mi van? Mi ez? Itt a teleport kristály. Jó, és még megkérdezem itt Vivádi gyorsan. A szalamandráról van szó. Miért? A professzor óvadéka a te... Ezzel a rága... De... Jó. Ezt már megbeszéltük. Azt hittem, hogy itt valami újdonság van, de nem. Jó. Volt mentés. Szuper. Gyere csak. Jövök. Tűnj innen! Dolgom van még. Tűnj el, vagy megöllek, mint egy kutyát. Próbál szerencsét. Kapd el! Kutya az így jött. Jó, ennyi. Van egy kis fisztek. Az mindig jól jön. Jó, és ott van még egy szajha. Akit meg kell védenünk, és elvileg ennyi lesz. Te ott! Húzz innen! Udvariatlanság ostromolni. Távozz, amíg megteheted. Ez a hölgy velem van. Udvariatlanság akkor ostromolni. Meghalsz. Halál rád, batyú! Jönnek az őrök is. Pusztulj, drága evő! Dolgozz a béredért! Jó. Oké, dolgozó lányok. Frissült a quest. Szerintem most már elmehetünk majd Carmenhez. Ugye ő a főnök. Valahol itt van szerintem. De ez majd kiderül. Jó. Jó. De mindegy, menjünk most el... Kalksteinhez. Csű! Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. Már nem haragszol? A toronnyal kapcsolatban. Igen? Új híreim vannak a toronyról. Mondd gyorsan! Még mielőtt ezt a tornyot felépítette volna a mágus, felhúzott másik kettőt, de mindkettő összedőlt. Ez volt a háza és egyben laboratóriuma is. Ezt én is tudtam. Valami más? A mágus egészen eltűnéséig ott élt, valószínűleg meghalt. Agyaggólemeket hozott létre, hogy szolgálják őt, de ezen kívül nem csinált semmit. Ez megegyezik az őrszem legendájával.
10 sarokkő létezik, melyek tartalmazzák az őselemeket és a sors szálait, amelyből minden született. A 10. Szefira! Tehát igazak az ősi írások! Egy könyvben olvastam a kövek hollétéről. Meg kell találnunk mind a 10 szefirát. Egy nálam van, Csokma a bölcsesség köve. Gondolom, nekem kellene megtalálni a többit. Igen! A torony mellett találsz egy obeliszkekből álló kört. Ha megszerezted mind a 10 szefirát, tedd az obeliszkekre őket. Ah, milyen közel! Micsoda áttörés! Jócskán felülmúlom azoknak a tudálékos Oxenfurti professzoroknak a hitvány eredményeit. Eltörlöm őket! Megsemmisítem! Kalkstein, ne kezdj addig hozzá, amíg meg nem találom az összes követ. Amúgy sem lesz könnyű. A leghasználhatóbb információ is enyhén homályos volt a könyvben. Bocsánat, meg tudnád mutatni ezeket a könyveket? Készítek neked jegyzeteket. Tessék. Ó, ott! Ott? Jó, a maradék 9 szefirát kell megkeresnünk. Hallottam, hogy Berengár Vicser neked dolgozott. Reméltem, hogy nem tudod meg. Elmagyaráznád? Felbéreltem, hogy derítse fel a mocsári tornyot. Nem akartalak megijeszteni, de még mindig vannak terveim azzal az épülettel. Tehát akkor Berengára is... Felbérelted, ő neki is ez a feladata. Nem találtad ezt egy kicsit különösnek? Ezért kérlek meg téged, hogy old meg a rejtélyt. Talán az is kiderül, mi történt Berengárral. Mit gondolsz, mi történt? Talán a riválisaim távolították el. Itt hagyta nekem ezt a könyvet. Lehet, hogy hasznodra lesz még. A felhívás miatt vagyok itt. Hoztál nekem gulvelőt? Nem, de még visszajövök. Tényleg gulvelőt, tényleg. Siess, nagy szükségem van rájuk. Ezt ő tette ki hirdetőtáblára. Még ne aludj el. Jó, a mocsárlakókkal kell Berengárról beszélni. Hogy jutok el a mocsárhoz? Ez egy fontos info. A nyugati kapu után van egy út, ami óvizimába vezet. Aztán? Egy révhez fogsz érni, ahonnan már átjuthatsz a mocsárhoz. A komp mindkét irányba jár? Igen, van egy rév a mocsárhoz közel, téglás falvánál. Köszönöm. Jó, hát nem hiszem, hogy most kéne vennünk bármit is. Azon gondolkodok, hogy Agul, Szent, igen, Viven, Basiliscus, Kukorix, Délidérc, Élidérc. Szerintem ezek most nem kellenek. Majd, hogyha valami olyan küldetést találunk, amihez kell ilyen könyv, akkor majd megvesszük. Jó. Na. Hogyan tovább? Most ezen gondolkodok. Miért kéne nekünk a kórházba menni? Hát ezt megnézhetjük. Jó, messze van mondjuk. De szerintem amúgy is oda kéne menni. Igen, ez az Águl. Ó, mondjuk ez az Águl, ez pont kéne. Na mindegy, volt erről könyve. Felhívás, gyanúsított. Jó, Kosvelővel kéne beszélnünk, szerintem ő ott lesz, ahol Carmen van. Raymonddal kéne beszélnünk. Jó, hát itt meg csak meg kell találnunk a Szefirát. Mondjuk nagy része a mocsárba lesz, ha jól emlékszem. Jó, akkor megyünk Carmenhez, leadjuk a questet, ahogy szokták mondani. Aztán beszélünk Kosvelővel.
De előbb ezt. Bedaráltuk. Meg elvettük a fisztekét. Nem tudom, mit mondjak. Fáj a melkasom. Nem látok semmit. Kármán akkor csak nappal van itt ezek szerint. Akkor elvileg, igen, most tudunk pár itt, ehhez kell a kovakő, hogy itt be tudjuk gyújtani. Akkor meditálunk reggelig. Köszönöm a segítséget. Most már békén hagynak. Király. Egyedül vagy? Megőrültél? Pár helyi fiú gondoskodik rólunk, de azokkal a korcsokkal nem bírnak. Értem. Legyen mondjuk 200 oren, ha csak nem akarod máshogy behajtani. Nem vagyok anyagias. A jóság könyve szerint semmilyen szolgálat nem marad jutalom nélkül. Tetted hírét körbeadom a városiak és a lányok között is. Mi örömlányok, tudjuk, hogy mutassuk ki hálánkat. Ez nagyon kedves. Elég egyedi vagy, de rengetegen próbálnak a nevedben cselekedni. Egyezünk meg abban, hogy ha bármi kétség adódik, hozol a lányoknak virágot. Ez alapján fognak megismerni? Hát persze. Soha nem hallottam még olyanról, hogy valaki virágot adott volna egy örömlánynak. Hello. Akkor hello. Na, akkor ez a quest meg is van. És akkor... Ez csak ennyi? Már nem is emlékszem. Fizetnék is érted. Az igen. Van nálunk virág? Van. Tulipánt. Nem tudom, hogy a tornyokba zárt hercegnők hogyan fejezték ki hálájukat szabadulásuk után. Akkor működik. De kérem, nem fogsz csalódni. Tartsd be a szavad. És meg is van a kártya. Jó. Na, akkor menjünk Kósvelőhöz. El kell bánnom ezekkel az idiótákkal. Jó poén. Elvesztél? Ki lakik itt? Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni. Hadd fogalmazzak máshogy. Hogy merészelsz? Ez Kosvelőháza, és még soha nem beszélt látogató mutásról, szóval tágulj! Keresel valami? Megyek. El kell bánnom ezekkel az idiótákkal. Esetleg még megnézhetjük a szőrös medvében. Sose láttam furábbat ennél a kocsnak. Mert nem kizárt, hogy itt van. Nincs itt. Játék végére lesz egy egész paklim? Hát... az se kizárt. Hát nem tudom, hogy mit kell tennünk. Ránézek a questre, hát ott van valami. Tip ezzel kapcsolatban.
Hát ide mutatja a questet a kocsmába. De... itt nincs itt. Viszlát. Ja. Na itt, valamikor itt van. Lehet, hogy jöjjünk vissza máskor. Visszajönk este. Hát, akkor itt lesz. Ebben nem vagyok biztos. Mindegy, ha nem lesz itt, akkor csinálunk mást. Tehát... van más csak. Ah, itt van. Mit akarsz, Korcs? Van egy pár kérdésem. Nem a legjobb ötlet beszélgetni a magad fajtával, Korcs. Egy rossz szó, és mielőtt egyet pislognál, egy tucat bérgyilkossal nézel szembe. Kedves fickónak tűnik. Halott leszel, mielőtt egyet pislognál. Nos, a fickó morog, de vajon harap-e? Keresek valakit egy rázós munkára. Még meggondolom. Nyugalom. Tudom, hogy elbántál Provost és Michelet testvérek embereivel. Válaszolok rá. Mit csinálsz? Az alvilág királya vagyok. Szajhák, tolvajok, gyilkosok mind nekem felelnek. Gyere el hozzám, ha munkát keresel. Láttad valaha a szalamandra jelet? Sokszor. Jobb, ha elmondod, amit tudsz. Mond neked valamit az a név, hogy Azar. Van egy szabályom. Mielőtt elvágom valakinek a torkát, adok neki egy tanácsot. Soha ne fenyeges. Még dolgozni kell a külsődön. Megteszem én, ha te nem. Beszélnem kell veled a szalamandráról. Az embereid megtámadtak a kórháznál. Mi? Azért küldtem őket, hogy hozzák vissza egy társunkat. Hát de akkor miért voltak agresszívek? Jó, hiszek neki is. Hiszek neked. Csak már nem akarom elvágni a... nincs bizonyítékom az ártatlanságodra, nem vagy többé gyanúsított. Úgy döntöttem, hiszek neked. Köszönöm szépen, de engedd meg, hogy ne boruljak térdre. Ha megtalálod Javedet, szeretnék hallani róla. És ha megtalálod bármely emberét, elbeszélgetnék vele. Jó, hát ő elment. Hát ez a hírnök. Isten hozott utazó. Hallom, hogy ékszereket vásárolsz. Ó. Oh. Mi van, ha igen? A szalamandré. Jó, ő veszi meg a szalamandré jelvényeket. De az első az jó. Mondd meg, ki fizet a szalamandré jelvényekét, vagy a saját anyát sem fog felismerni. Mondd meg, ki fizet a szalamandra jelvényekért, vagy a saját anyát sem fog felismerni. Kopj le! Kopj le! Visszatöltjük. Gyakrabban kéne menteni. Jó, és akkor elvileg...
Ez azelőtt van, hogy beszéltünk... nem, még nem azelőtt. Még reggel van. Na jó, gyorsan megcsináljuk. Tudom, nem illik ilyet csinálni, de... most ez így alakult. Remélem a Carmen Quest... azt... Carmen Questet láttuk már szerintem, igen. Mentek nagy valamit elcsináljak. Mit akarsz? Van. Nem a leg... Ha... Még meg... Nyuga... Mics... A... Láttad ba... So... Jobb ha... Van... Mi... Beszél... Próbálom az ugyanazokat... Ember. Mi... Jól van. Ha... Köszön... És... Hogy mint? A vén szajháknak szárnyai nőtte. Kopi le, vicse! Jó. Menj anyádhoz. Oké. Okay. Isten hozott... Hallom, hogy... Mi... Iszol velem? Persze. Hadd zagoljam bele. Ne vidd kínzásba. Ezzel a cuccal minden kislánnyal szépen el tudok beszélgetni. Ó, ez mit jelentsen? Mit akarsz? El akarok adni egy jelvényt. 10-es darabonként. Megegyeztünk. Oké. Okay. Mit akarsz? Itt van 100 oren. Mondd el nekem, ki fizet a szalamandra jelvényekért. Kopj le! Kopj le! Száraz nem áll. Lesz a következő. Megpróbáljuk újra. Még egyszer megpróbáljuk. Hallom. Mi? Iszol vele? Per. Kéne inni többet. Sör. Sör. Na még egyet. Fickós vagyok. Ah, elég volt. Munkát keresek. Tud valakit, aki segíthetne? Leuwardennek. Egy gazdag kereskedőnek dolgozom. Mm. Neki rengeteg munkája van. Ez a Leuwarden. Ez nagy segítség. Mindig segítek a barátaimnak. Fasza. Ivó cimborák lettünk. Itt van 100 oren. Mondd el nekem, ki fizet a szalamandra jelvényekért. Kopj le! Jó, akkor itt bármi van. Azt mondja, hogy kopj le. Jó, mindegy, a lényeg, hogy Leuwarden. Leuwardennek dolgozik. Jól vagyok. Minden fasza. Leülünk meditálni. És nem a budi elé, ez nagyon fontos.
társadalom miatt lettem az, ami. Öreg csontjaim. Oké. Igyek egy kávét. Jó. Na, akkor beszéltünk Kósvelővel, láttuk a Carmen Questet, megkérdeztük ezt a szalamandra jelvényes ürgét. Jó. Hát megpróbáljuk most Sánit megkeresni, mert pont a város másik végén van. Mi van még esetleg? Mondjuk szurbozótról is van. Szurbozót. Ez szerintem majd a mocsárba lesz több. Szerintem algul is, farkas is. Igen, jó, hát ezeket majd szerintem a mocsárba tudjuk megcsinálni. Jó, Kalkstein, Kosverő, Tárer. Esetleg még Vincenttel lehetne beszélni. Igen, ő itt van. De hogy itt van? Fura. Akkor nem beszélünk Vincenttel. Mert vele is éjszaka kéne. Nem tudom. Jó, Vivaldi, oké, és... jó, itt profi játékosokat kell keresnünk. Jó, Lubardennek kell beszélni a gáton. Oda majd akkor megyünk, amikor megyünk a... mocsárba, mert ugye a gáton keresztül megyünk. Igen. Jó, és akkor Raymonddal kéne beszélnünk. Kutyafagyú a sírásónak. Jó. Hát akkor... ugye Raymond itt van, akkor beugrunk hozzá, utána meg elmegyünk Sánihoz. Hát, ha már itthon van. Fáj a melkasom. A szomszéd mosása elázik. Az ciki. Shit. Hello? Köszönöm. Megmentettél. A rohadékok tudták, hogy utánuk nyomozok. Mi történt? Szalamandra. Csak egy lépésre voltam az ügy megoldásától. Most már minden rendben. Nem igazán. Állandóan követnek. Mit teszünk most? Hamis nyomot hagyok. Kérdezd ki az új gyanúsítottakat. Kiket? Tessék, itt egy lista. Rajta van minden szál és gyanúsított. Mit akarsz tenni? A nyomomban vannak. El kell tűnnöm. Elterelem a figyelmüket. A nyomozás neked kell befejezned. Megtalállak, fehér farkas. Lubarden is gyanúsított most már. Itt egy fej. Hullottak a fejek elég rendesen.
Jó, hát menjünk Sárnihoz. Egyébként ez a Neil jelöli Geráltot. Sejt Adri kérdezett, hogy mi az? Nagyon egyszerű, ez a zöld nyíl. Nehéz meglátni ez egy hirtelen. De... az a Geralt marker. Nyanya! Hello, drága! Menj fel nyugodtan! Eddig mindig azt mondta, és egyszer se volt itthon, Sáni. Végre itt van. Hello! Kösz, behílelt. Hogy találtál meg? Azt mondtad, Vizimában maradsz. Igen. A kórházban dolgozom. Nem akartalak zavarni. Hogy jutottál át a vén banyán? A kedves hölgyön a földszinten? Lefizettük. Pokollá teszi az életem. Az öregek már csak ilyenek. Legalább nem kell sokat fizetnem. Az orvosok keveset keresnek Temeriában, sokan el is mennek. De te mégis maradtál. Valakinek muszáj. Másrészt... beszélnünk kell. Beszéljünk. Miről van szó? Néhány ember meghalt a kórházban történt összecsapásban. Benne voltál? Beszélj. Éppen egy foglyot faggattam, mikor a banditák megtámadtak. Az ő testüket találták meg az őrök. Elmondom neked, amit én hallottam. A foglyot átszállították egy biztonságos helyre. Köszönöm, Sani. Csak neked akarok jót. Van egy kis gondom. Igen? Úgy hallottam, te láttad Coent. Honnan tudod? Megtaláltam ezt a kardot. A brennai csata során halt meg, az én műtőasztalomon. A kard. Nővér voltál Brennában? Egy Reszti nevű sebész alatt dolgoztam. Ismerted őt? Meghalt, mikor kitört a Katriona járvány, Mariborban. Vöröset a vöröshöz, fehéret a fehérhez. Így végül minden rendben lesz. Nem ismertem igazán. Mit tudsz erről a kardról? Kérdezz Zoltán Sivályt, a törpöt. A fegyverek terén ő a legtájékozottabb. Heal? Igazán? Hello, Sunny. Beszélni szerettem volna veled. Miről? Néha a brennai csatáról álmodok. A mészárlásról. Sajnálom. Hát pont ez az. Én nem sajnálom. Felébredek, üde vagyok, és mintha már megszoktam volna a szenvedést. Érted ezt? Azt hiszem, igen. Köszönöm. Néha jó megosztani valakivel ezeket a dolgokat. Szóra sem érdemes. Oké. Bármi egyéb? Igazán? Viszlát. Jó, menjünk tovább. Akkor Zoltánnal kéne beszélnünk. Mert akkor nézzük már meg a gyanúsítottakat, hogy ki van még. Jó, majd el kell mennünk hozzá a kórházba. Zoltánnal kéne beszélni. Lehet, ki van még? Itt van Lúvárden. És Vincent Mays. Azt mondja, hogy a nyomon negyedben lévő raktárban mi folyik éjjelente, akkor az éjjel lesz. Igen. Jó. Oké. Akkor most hol lehet Zoltán? Jó. Akkor elmegyünk Zoltánhoz, meg éjszaka megnézzük, hogy
mi folyik ott a raktárban. Hogy mindig a város másik végére kell rohangálni. Nem látok semmit. Nincs értelme káromkodni. A fenébe. Most tényleg nincs itt Zoltán? Lehet, hogy este van itt. Nem tudok meditálni, amíg a tűz nem ég. Kell gyújtanom. Kár menni, tudunk meditálni. Nem. Hello. Akkor hello. Hát ha itt. A kíváncsi combok. Valaki? Csak meditálni akarok. Nem lehet. Sehol se. Raymond sincs itt már. Hát akkor menjünk ki a kórházba. Hát ott lesz Sáni, és akkor ott tudunk egyrészt segíteni neki, másrészt meg aludni. Keresek valamit, és találtam egy nyomot, amit nem értek. Jó, hogy jöttél. Az istennő végtelenül bölcs. A nyom szerint... Nos, olvasd el magad. Három arc. Ez Melitele. Nézd a szobrot az istennő három arcával. És az áldozat? Csak természeti dolgok. Gyümölcs, növények, virágok. Melitele gyűlöli, ha a nevében gyilkolnak. Mi anyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék. És tényleg nem tudok meditálni sehol. De már... Ki van még itt a közelben? Itt van Sáni. Gyere vissza később. Jó, Raymond nincs. Hát akkor elmegyünk Tylerhez. Amarra. Ott van Zoltán. Akkor elkapjuk. Zoltán, gyere ide! Igen? Mit tudsz mondani az ezüst kardomról? Ki? Én? Egy egyszerű törp. Sáni kitartott amellett, hogy a fegyverekről való tudásod páratlan. Rendben. Ezüsttel futtatott Pegge. Acélmag. Kétkezes fogásra tervezték. Szakszerűen megmunkált, nem tökéletes. Nem ismerem ezeket a flancos, ősi varázsjeleket. Köszönöm. Semmiség.
Ki a leggazdagabb személy Vizima templom negyedében? Általában Vivaldi az, de most Declan Leeuwarden a te embered. Az a fickó mocskosul gazdag. Szép analógia. Köszönöm. Igen? Igen. Tudsz valamit Vivaldi bankjáról? Már csak Vivaldi a neve. Miért? Új tulajdonosok, emberek. Ez sok mindent megmagyaráz. Tényleg? Viszlát. Jó. Van egy csúcsminőségű Witcher kardom. El kell mondanom Vivaldinak, hogy bebizonyosodott az ártatlansága. Jó. Minél azért meditálunk Thalernél. És akkor visszamegyünk éjszaka, megnézzük még a raktárban mi van. Na mindegy, akkor legalább ezt a kar témát, ezt lenyomtuk. Tehát. Legyen éjszaka. Ó, az jó, már akkor Vivaldi fixen ártatlan. Ez akkor így már tuti. És akkor hát kevesebben maradtak. Mondom, Luvárdennel kell majd beszélnünk. De nagyjából a többiek rendben vannak. Persze Kosvelő az mindig gyanús lesz, de... De majd még vele is azért beszélünk. Na, hát nem tudom, hogy be tudunk-e már ide jönni. Igen. Javed és a professzor eltűntek, de egy is jobb a semminél. Menjünk. Ahogy mi? A korcs tolvajnak nevezett. Vincent. Ki ez? Ez nem volt a megállapodásunkban, strázsa. Nyugodj meg, csak egy Witcher. De biztosan tudod, hogy a Witcherek gólemek. Nincs saját akaratuk, csak parancsokat teljesítenek gyorsan és egyszerűen, nem panaszkodnak. Ugye, Geralt? Mi folyik itt? Igen. Látod, nincs semmi, amitől meg kellene ijedned. Te sem egyedül jöttél. Most már kössünk üzletet. Nem bízom benne. Azt hallottam, hogy ő egy nyomorult gyilkos, aki embereink tucatját nyírta ki. Ne firtassuk ezt a kiölt meg kit. Az a múlt. Minket okay. Pedig a jövő érdekel. A jövőd, ami kellemetlen lesz, ha Javed rájön, hogy becsaptad őt. És higgy nekem, rövid idő alatt ráébred, ha te nem kezdesz beszélni. Csak blöffölsz, de nem ijesztesz meg. Elég. Hol van Javed? Hol vannak a Witcherek titkai? Nyögd ki végre, mielőtt megetetlek a patkányokkal. Vincent, állítsd le! Nem tudok semmit. Én csak egy segéd voltam a szalamandrák könyvelőjénél. Javed már nem bízott bennem. Nem tudom, hogy hol van, vagy hogy mit szándékozik tenni. A professzor? Nem tudom. Elment valahova. A fenébe, neked kell egy kis bátorítás. Védelmet ígértél nekem a tanúvallomásomért cserébe. Az anyám sírjára esküszöm, nem tudok semmit. Állítsd le! Te őr vagy. Ez gyilkosság, te pedig félreállsz és végignézed. Nem, távozom. Azon kívül tudom, hogy részt vettél Raymond családjának meggyilkolásában. Witcher, csináld gyorsan. Az igen. Jó, hát el kell beszélgetnünk Vincenttel, az hétszentség.
Mert ez azért nem annyira menő, hogy ő itt fű alatt bizniszelget. De hogy ugye tanúvallomásért cserébe védelmet ajánlott. Jó. Egy fléder. Most ezek miért támadnak rám? Most volt mentés, csak hát... Jó, hát akkor ott hagyom őket. Tököm se fogott izélni. Jó, akkor mit csinálunk most? Ott van Vivaldi, hol van Vincent? Vincent itt van. Akkor lehet, hogy elugrunk Vivaldihoz, lezárjuk az ő ügyét. És akkor utána megyünk Vincenthez. Ja, valószínű megütöttem az egyiket, csak hát fura, igen. Ugye ez a csoportos atakban voltam. És hát picit a szórás, ugye ez nem akartam elővenni. Bár mondjuk itt gyorsabban fut. Meg éjszaka úgyis megtámadnak az orgyilkosok. Ja, itt vagyunk. Megtaláltam Azar Javed kapcsolatait. Érdekes. Sajnálom, hogy gyanúsítottalak. Tudom, hogy elvesztetted a bankodat. Kedves tőled, hogy ilyen őszinte vagy egy törphöz. Bármikor. Van néhány információm Javedről, ami lehet, hogy érdekel. Na. Még a legkisebb részlet is. Régi iratokban láttam a nevét. Barnhardban a varázslóiskolában fizetett tandíjat. Kidobták, miután megtudták, hogy érdeklődik a fekete mágia iránt. Nem fizette többé a tandíjat, ez volt az utolsó adat, amit felőle hallottunk. Egy árulóval van dolgod. Méghozzá egy nagyon veszélyes árulóval. Világos. Még egy... Ja, most lett szintlépés, igen. Remélem, sikerül visszaszerezned a vagyonodat. Az a bank már évek óta a családomé volt, és most az emberek... Ezt hívjátok ti igazságnak? Sorry, mate. Lépünk szintet. Egy magamban kéne nyomok után kutatnom. Ez remek. Jó, szerintem elkezdünk az ezüstkardra is adni, csak mert majd a mocsárba kell. Jó, mi van itt? Azt mondja, hogy vérzés, sebzés plusz 25. Ja, az már megvan, sebzés plusz 20. Jó, gyors. Oké. És ide is adunk. Thank you.
Igen, ez az új quest. A nyomozás nem olyan egyértelmű, mint ahogy azt Raymond elvárja. Nyilvánvaló, hogy nem minden gyanúsított bűnös. Jó, és akkor Vincent. Ahogy Raupennek mondta, csak a halott tünde jó tünde. Ennyi rasszizmus. Üsd meg egy lábossal, aztán szólj a testvérednek. Hogy mi? Nem merek halat venni. Ki tudja, hogy terjed a pest is. Hogy mentek a dolgok a raktárban, miután elmentem? Remekül. Gyorsan. Remek. Bevallom, többre számítottam. De az ember mindig kevesebbet kap, mint amire számít. Ez volt az utolsó alkalom, hogy kihasználtál. Nem vagyok egy bosszúálló, de... Nincs más választásod, higgy nekem. Nem fog még egyszer előfordulni. Erre szavamat adom. Gondolom, folytatni akarod a nyomozást. Nem szimpatikus ez a Vincent. Nincs más választásom. Hivatalosan nem segíthetek, de hagylak dolgozni. Bármit megtudsz. Közöld kérlek velem is. Beszélni akarok a szalamandráról. Rendben. Valaki értesítette őket a Kukorix szerződésről. Mit akarsz ezzel mondani? Lefogadom, hogy a professzor... Erre nincs időm. Végeztem. Te engedted ki a professzort a börtönből. Kifizették érte az óvadékot. Értem. Mit csinálsz éjszakánként? Találkozol a főnököddel, Azar Javeddel? Semmi különös nincs abban, ha valaki a kereskedő negyedben tölti az éjszakáit. Értem. Nincs igazi bizonyítékom, tehát még várnom kell a döntéssel. Ez történik, amikor amatőrök túl nagy fába vágják a fejszéjüket. Ha valami használható nyomra akadsz, keresd fel bátran. Adok majd néhány jó tanácsot. Hát igen, nincs bizonyítékunk, hogy bármi köze lenne hozzá. Jó. Na, mit tudunk még csinálni? Hát esetleg ezt megpróbáljuk, ha úgyis itt vagyunk. Nőjetek, drágák! Meg ha itt van Sáni, nem is biztos, hogy itt van. Hát... Nincs itt. De sosincs itt. Jó, na. Mit lehet még csinálni? Jó, oké. Hát Lubardennel lehetne beszélni. Itt is Lubardennel kell beszélni. És itt is Lubardennel kell beszélni. Itt is Lubardennel kell beszélni. Jó, itt majd a Zephyrát kell gyűjteni. Akkor elmegyünk beszélni Lubardennel.
már csak ő van akkor, meg ez a Shiny Quest. De... Na mindegy. Majd esetleg beszélünk Luvárdennel, és akkor utána megnézzük, hogy még itt van-e. Esetleg már akkor hát, ha visszajött. Siegfried. Sassy. Bár ilyen hajam lenne nekem is. Geralt, jó újra látni téged. Hová mész? A gáthoz. Nincs átjáró oda. A kapitány megtiltotta. Miért? A kapitány utasítása. Beszélj vele. Uraim, nem bánhatnak így egy hőssel. Geralt a Witcher, aki megmentette Vizimát a rémisztő Kukorixtól. Ez így van. Egy hős? Nos, ez változtat a dolgokon. Ő majdnem egy közülünk. Ez esetben kérlek, menj át, Geralt mester. Inni fogunk az egészségedre a kocsmában. Köszönöm. Köszönöm, Siegfried. Meglepetés a csatornában. A lángoló rózsahegy lovagja. Tetőtől talpig bűzzel van beborítva. Egyedül dolgozom, de nem hagyhatom ki azt a lehetőséget, hogy egy lovagot lássak harc közben. Azt kell mondanom, emberhez képest egész jól csinálta. Kivételes hálát mutatott. Hát igen, és ha nem hagyjuk, hogy segítsen, akkor ez a rész máshogy alakul. Tehát akkor nem tudnánk ilyen egyszerűen kimenni. Na, és akkor itt vagyunk a gáton. Hát, na, amúgy persze régi játék, de azt nem lehet mondani, hogy rosszul néz neki. Új helyszín, töltés. Na és itt van Declan. Megint te? Beengedtek a városba? Te vagy Leo Warden. Igen, én. Beszéljünk. Igen? Úgy hallottam, szörnyek fenyegetik az állószágot. Ez a szerződés? Tehát a kontrakt? Így van. Gondolom, nem csak kíváncsiságból kérdezted. Reménykedem, hogy valakinek megérne egy kis pénzt a fenevadak eltávolítása. Talán nekem. A mocsár melletti dok üzleti szempontból nagyon fontos. A fenevadak már egy csomó kárt okoztak. Milyen fenevadak? Folytó lidércek. Az éjszaka leple alatt merészkednek elő, elpusztítják az árukészletet és megölik a személyzetet. 400 orrend fizetek, ha megszabadítasz tőlük. Öröm veled üzletet kötni. Szintén örülök. Beszéljünk. Igen? Jó, a kényes kérdéseket hagyjuk a végére. A Szefira köveket keresem. Még nem találtam meg mindet. Gondoltam, te talán tudsz valamit az eféle holmikról. Egyszer megvettem egyet, de kiderült, hogy hamisítvány volt. Az fasza. És még a mágusnak is egy rakás pénzt fizettem, aki megvizsgálta. És eladnád nekem? Eladni a tiperátot? Nagyon ragaszkodom hozzá. Hát de ha hamisítvány... Jó árat fizetek érte. 500 oren? Nem gondoltam volna, hogy ennyit ér, de legyen. Amulettként viselem a tiperátot, szóval akár most azonnal megköthetjük az üzletet. Megvan az 500 oren a Szefirára. Szomorúan válok meg tőle, de hírnevem és az üzletem is megszenvedné, ha nem tenném. Tiéd a Szefira. Jó, ne menj még el. Igen? Hogy megy az üzlet? Azt hiszed, hogy valamiféle zöldséges vagyok. Olyan üzleteim vannak, amelyeket ésszel fel sem fognál. Értem. Witcher, tévedésed akkora, hogy leveri az égről a csillagokat? Fontos híreket várok. Beszéljünk. Igen? A dokkot még meg kell tisztítani a folytólidércektől. Nem akarok beleszólni a dolgodba, csak szeretnélek emlékeztetni, hogy az időm nagyon értékes. Amint tudok, elmegyek a mocsárhoz. Igen?
Jó, hát ékszereket árul, kovakövet, ezt megvesszük mindet. Fixen. Hát ezek nem kellenek. Egyelőre legalábbis. Jó. Igen? Miért fizetsz a szalamandra jelvényekért? Tévedsz. Miért vagy ilyen rémült? Én szintén a szalamandrát üldözöm, és be is tudom bizonyítani. Ha így van, hozz nekem 3 jelvényt, utána beszélhetünk. Nálam van a 3 van. Szalamandra jelvény. Mesélsz nekem a titkos társaságodról? Kiváló. Általában 20 orrent fizetek darabjáért, de most kivételt teszek, meg 10-szerezem az árukat. Még mindig nem értem, miért van szükséged fejvadászokra, hogy a szalamandra után nyomozzanak. Mert ártanak az üzletnek. A te üzletednek? Mindenki üzletének. Nézd, olyan erők húzódnak meg a háttérben, amiket el sem tudsz képzelni. Örülj, hogy nem is ismered őket. Leo Warden, nem vagyok elragadtatva tőled. Az egyetlen célom, hogy elkapjam a szalamandrát, és hogy megöljem a vezért, Azar Javedet. Szeretném én azt látni. Ha sikerrel jársz, keresd meg, és bőven megjutalmazlak. És ha megsemmisíted a szalamandrát, megtérítem az erőfeszítéseidet. Nem lesz könnyű. Visszajövök még, és számítok a segítségedre. Segítek, ha tudok. Később találkozunk. Tehát, hogyha a szalamandra jelvényekért fizet, akkor szinte kizárt, hogy ő benne lenne a dologban. Befejeztem a vizsgálódásomat. Rendben, beszéljünk. Ha nem a szalamandrának dolgozol, akkor ki vagy te? Egy egyszerű kereskedő. Engedd meg, hogy kimutassam nagyra becsülésem egy egyszerű ajándékkal. Ne blöffölj, Declan. Ez a szimbólum jelképezi az én titkos társaságomat. A szalamandrát akarjuk elpusztítani. Megtudtál valami hasznosat? A szalamandrák túl sokat kockáztattak. Ez politikai ügy, de hadd mondjam el neked. Néhány nagyobb csoport uralkodik Redánián. Csak pár ember tudja ezt a titkot. Foltest király, a Varázslónők Szövetsége és én tartjuk figyelemmel az északi határt. Mi köze van ennek a szalamandrához? Azar Javed egy speciális egységet küldött az északi határhoz. Tudja, hogy valami készülődik. Kaptam 600 urend. Kemény az élet a seregben. Ez fáj! Igen? De itt van nálunk a szalamandra bros. Akkor ezt már nem, azon már túl vagyunk akkor? Várjál. Na most már csillagos a Shiny Quest, úgyhogy akkor azt bejelöljük. Aztán megyünk is, reméljük, hogy akkor most már ott lesz. Jó, Luarden felajánlotta a segítségét a szalamandra elleni harcban, megvárom, mit lép legközelebb. Jó. Oké, át kell menni a mocsa, ez a quest, amit adott. Raymondra kell várni. Szefirát kell gyűjteni. Hát, ja, akkor ennyi van. Még esetleg... Igen. Jó, itt akkor nincs más. Viszlát. Jó, akkor most tényleg elmegyünk Sárnyhoz, reméljük, hogy most már azt a questet is meg tudjuk tolni. És akkor a következő már tényleg szerintem az lesz, hogy a mocsárhoz kell mennünk. Márlov úr küldött. Mi a helyzet? Van néhány új információja. Gyere a házába, amint tudsz. Akkor ez meg a Raymond quest. Viszont az main quest. Szóval előbb Sárni, aztán Raymond, bár Raymond itt van. De előbb elmegyünk akkor a kórházba, az sincs messze. Hanem itt. Reméljük itt van Sárni.
Nem állna jól a szőke haj? Hát lehet. Nincs itt Sáni. Sáni nem dolgozik. Na jó, akkor most megy be. Álmos vagyok. Hát, ha akkor most már itt lesz. Hát ez remek. Hello, Geralt. Hello, Shani. Néha úgy hiányzik Oxenfurt. Visszamehetnél oda? Nem, itt van rám szükség. Keveseknek adatik meg a te immunitásod. Beszélni akartam veled. Gyorsan, vissza kell mennem dolgozni. Hogyan segíthetnék? Nem tudsz segíteni. De... Még nem találtuk meg a járvány ellenszerét, de... Ismerted Rustyt? Nem igazán. Mielőtt elvitte volna a járvány, felfedezett egy növénykivonatot, ami lassította a kór terjedését. És neked szükséged van erre a növényre? Igen, a fecskefő az. Sajnos csak a mocsaras területeken nő. Ez is mocsárkvest? Megpróbálok segíteni. Minden virág számít. Hozz legalább 5-öt. 5 fecskefő. Hol van a lakásod? Ezt mondjuk tudjuk. Vízima északkeleti végében bérelek egy szobát. Könnyű megtalálni? Szemben a házzal van egy kis tér, egy kígyószoborral. Gyorsan, vissza kell mennem dolgozni. Lenne valami. Várhat egy kicsit? Nos. Látogass meg otthon. A személyes ügyeket jobb ott intézni. Viszlát. Jó, 5 marék fecskefüvet kell hoznom. Meg majd meglátogatjuk otthon. Később. Jó, akkor beugrunk Luvardenhez, Raymondhoz. Ó, micsoda látvány! Itt balra. A társadalom miatt lettem az, ami. Nem fogod elhinni, mi történt. Na. Na mi? Halljam. Várj, meg kell említenem a költségeimet. Mennyivel tartozom neked? 200 orennel. A költségeim megduplázódtak. Nem élhetek levegőn. Na és az informátoraim sem. Biztosíthatlak, ez csak a megélhetéshez kell. 200 orrenem van. A támadás után elszállították a foglyot. Ez nem túl jó. Főleg, hogy tegnap éjszaka meghalt. Ezt a Sáni is mondta, hogy elvitték. Hogy? Nem volt túl jó bőrben, de... Valaki rásegített a halálára? Pontosan. Kérd meg Sanit, hogy boncolja fel. Ha már tudjuk a halál okát... Kémkedsz utánam? Szakmai ártalom. Később. Later. Jó, akkor visszamegyünk Sánihoz. De ugye ebben a korban a boncolás az még tiltott volt. Szóval azt valószínű majd éjszaka kell csinálnom. De beszéljek vele, hát ha itt van. Ott, itt van. A kígyőm, valami átok. Gyorsan, vissza kell mennem dolgozni. Egy boncolásra lenne szükségem. Mi? Ez törvényellenes. Így van. Nagyon fontos lenne. Látogass meg éjjel, megbeszéljük. Hát, ha kurva fontos. Viszlát. Jó.
akkor el kéne menni hozzá éjszaka. Akkor elmegyünk oda a térre. De várjatok, már ott nem tudunk. Hát akkor elmegyünk Kalksteinhez. Csak mert ugye meditálunk kell. Igen, erre. Mérges vagyok. Ugye Sárni most még nem lesz itthon. Úgyhogy akkor Kalksteinnél megalszunk. Miért álljunk? Talán a Rubedó jobb lenn? Nyanya? Hello, drága! Menj fel nyugodtan! Egyszer adtam neki egy, nem is tudom, százast. Azóta. Kenyérre lehet kenni. Hello, Sáni. Igazán? Van egy kis gondom. Igen? Szükségem van a segítségedre egy boncolásnál. Mióta foglalkozol te azzal? Amióta a szalamandra után nyomozok. Rendben, bár én nem vagyok boncnok. Neked kell majd következtetéseket levonnod. Este találkozunk. Addig gyűjts be annyi nyomot, amennyit csak tudsz. Körülszaglászok. Szerezd meg a hullát a sírásoktól. Este találkozunk a kórházban. Hol találok információt a boncolásról? Kérdezd Vincent Mayst, de utána nézhetsz anatómia és patológia könyvekben is. Viszlát. Vincent? Igazán? Hello, Sunny. Beszélni szerettem volna veled. Ó, ez ugyanaz lesz, amit már elmondod. Sajnálom. Beszéljünk máskor. Jó. Na, megszereztem a hullát a sírásótól. What? Ez időigény... Ja, megszerzem, bocsánat. Diszlexia. Ez időigényes, így addig is előkészülök a boncolásra. Beszélnem kell emberekkel, akik boncoltak már, vagy olyanokkal, akik elolvastak néhány könyvet. Na, és akkor ezzel a questtel fogjuk folytatni, ugyanis a temetőbe kell mennünk. Igen. Úgyhogy innen folytatjuk majd a következő alkalommal, valószínűleg jövő héten.